Az idei székesegyházi pásztorjáték főpróbáján már mindenki nagyon izgult. Az egyik kulcs szereplő Gábriel arkangyal, az ő látogatásával indul a történet. Rokonod Erzsébet és fogantalanségében, és már a hatodik hónapban van, ha mentőnek mondták, mert Istennél semmi sem lehetett. Gábrielként lejövök és köszöntöm a pásztorokat, elmondom nekik, hogy megszületett a kis Jézus Máriának is, elmondom, hogy ugye Jézus Krisztussal fog megfogadni, és igazából még egyszer Józsefnek is figyelmeztetem, hogy menekülniük kell, mert Herodes király meg akarja ölni a gyermeküket. Ne féljetek, íme nagy örömet adok tudtul nektek, és az lesz majd az egész népnek. Ma megszületett a megváltó nektek, Krisztus az Úr Dávid városában. Ez lesz a jel. Találtok egy jászolba fektetett befolyált gyermeket. December 24-én több templomban adnak elő karácsonyi misztériumjátékot plébániai közösségek, minisztránsok, hittanosok. A pásztorjáték eredete a középkori misztériumjátékokra vezethető vissza. Magyarország területéről az első ismert betlehemi játékot Hartwig győri püspök szertartáskönyve őrizte meg. A 11. század végéről fennmaradt liturgikus játék már a templom három helyszínén játszódott, számos szerep. A 17. századból származnak az első magyar nyelvű betlehemes játékok. Feltételezhetően az iskoladrámák hatására újult meg a hagyomány. Lejövünk a lépcsőn, és éneklünk, és a Lizával így tárkarokkal így állunk. A pécsi karácsonyi játék ötlete és forgatókönyvének alapja több mint 50 évvel ezelőtt született meg, az akkori székesegyházi káplán és karnagy Herger Röder Miklós kezdeményezésére. Idén a több belvárosi intézmény diákjaiból verbuválódott csapat alkotta a szereplőgárdát. Ez a pásztorjáték egy egyszerű pásztorjáték, tehát nem a színpadiasságra van elsősorban a hangsúly fektető, hanem arra, hogy aki gyerek szeretett volna szerepelni, az meg tudjon jelenni ebbe a pásztorjátékba. Másrészt pedig ugye elsősorban a kisebb gyerekeknek, óvodásoknak, alsósoknak szól ez, hogy ugye amíg itt vannak, addig az angyalok tudjanak otthon dolgozni, és őnekik úgy gondoltuk, hogy egy ilyen egyszerű, de mégis zenével és színpadilag azért látványos dolgokkal sikerül ezt az eseményt úgy élvezetes és élményszerűvé tenni. Székesegyház és környéke, tehát azokból az iskolákból, a Szentmorból, Belvárosiból, sorolhatnám, hogy most egy kicsit nehéz így az iskolákat felsorolni, de végül is a Székesegyház plébániához tartozó iskolákból és az itt lakó gyerekekből. Körülbelül a bevezetővel és a közös énekléssel együtt egy olyan 40-45 perc lesz ez a műsor. A dramatikus játék során majdnem teljes mértékben a bibliai szövegek hangzanak el, és felcsendül sok közkedvelt karácsonyi ének is.